Jól teljesítenek a DVTK sportolói nyáron a nemzetközi porondon. Ezúttal kajakkenuban sikerült nagy eredményt elérni. Orosz Adrien ugyanis U23-as Európa bajnok lett K1 200 méteren Poznányban. Nagyon elfáradtam, de nyilván nagyon örültem neki elsősorban, aztán pedig később jöttek olyan gondolatok, hogy azért régóta van már ez a fejem, vagy nemzetközibe is szeretnék újra bizonyítani, úgyhogy nagyon örültem, hogy megint sikerült. Ugye volt már három másik lány, akit ismertem a versenyzőtársaim közül a korábbi évekről, úgyhogy őket tudtam, hogy majd nagyon gyorsak lesznek, de hál' Istennek most nekem sikerült nyerni. Nyilván egyébként ez a 200 méter nem egy teljesen sprinttáv, mert nem egy, mint a futóknál a 100 méteres 10 másodpercről beszélünk, azért ez egy 40-41 másodperc, úgyhogy nem egy levegős dolog, de hát nyilván ugyanolyan nagyon-nagyon fárasztó, meg ugyanúgy kell rá felkészülni, mint akár egy hosszabb távra is. Hát sokkal több sprint van benne nyilván, de az ember ugyanúgy elfárad akár 500-on, akár 200-on. A remek evészereplés a kemény felkészülésnek és a jó formaidőzítésnek is köszönhető. Nekünk egy évben, vagyis hát egy szezon alatt, ugye tavasztól őszig elég sokszor kell csúcsformára időzíteni, mert válogatók, ugye a válogatóra rá 5 napra jött már az Európa-bajnokság, úgyhogy elég nehéz volt, de igyekeztünk igen kihozni a maximumot, hogy erre a versenyre legyen a 100%. Orosz Adrien erejében kajakkenus vér csörgedezik, így a sportágnak fontos szerepe van az életében. Én Tiszalöken élek, nekem a szüleim is kajakoztak fiatalkorukba, és 9 éves koromban vittek le először, és ott is ragadtam, úgyhogy elkezdtünk a tesóimmal kajakozni. Először még csak én ragadtam bele, aztán már az öcsém is, és így az öcsémmel együtt készülünk most. A sportággal pedig a jövőben 5 karikás álmokat is dédelget. Én még jövőre is U23-as korosztályba fogok tartozni, viszont ugyanúgy készülök már a felnőtt mezőnyre is. Nincsen, vagy nem egy távoli cél, viszont így, hogy a 200 méter lekerül már az olimpiai számról, ezért nekem át kell állni az 500-ra. Úgyhogy jövőre már azon fogok versenyezni, és remélem, hogy majd már a felnőtt mezőnybe is az élvonalba tudok kerülni. A DVTK kajakkenu szakosztályánál azon dolgoznak, hogy minél több olyan fiatalt képezzenek ki, akik Orosz Adrien vagy a kenus Bodonyi András szintjét is elérhetik. Úgy, mint a Bodonyi András is, ugye volt 8 éves, mikor elkezdte itt a pályafutását. Ugye ez több, majdnem egy évtizedes munka, több évtizedes munka van benne, és ugyanígy van a Adriennel, és ugyanígy van ezekkel a gyerekekkel, akiket ide betoborzunk, igyekszünk betoborozni, hogy 8 éves korban elkezdjük velük a munkát, és ugye ez egy hosszú évek alatt folyamat, még 10 éves korától fog versenyezni, illetve ez a 2 év arra megy el, hogy megtanítjuk evezni, beleszokik a hajóba, beleszokik a vízbe, és mire lesz belőle egy Bodonyi András, lesz belőle egy Orosz Adrien, addigra nagyon sok munka és sok év fog eltelni ebben a szép sportágban a gyerekeknek. Az edzők természetesen jelentős segítséget nyújtanak a vízhez szoktatásnál, de a hajó nem választás sem egy egyszerű folyamat. Ugye ez egy hosszú folyamat, tehát amikor először lejönnek, még a szülők is félnek, nem hogy a gyerekek, mert nem tudják, egy idegen közegbe hozzák, víz, mély víz, ugye ez egy vadvíz igazából, amihez nem tudják, hogy hogy álljanak hozzá, és az első időben ugye maga az úszást megtanítjuk nekik, ugye itt a nyár folyamán tudjuk igazából azt a milliót nekik biztosítani, mikor már itt a vízbe belemegy, és megtanítjuk nekik, utána beletesszük azokba a hajónemekbe, és megtanítjuk nekik, hogy mentse ki magát, tehát az önmentést is megtanítjuk nekik. Úgyhogy ez egy ilyen lassú folyamat, tehát ezt nem lehet mondani most ilyen egy percben, de ez így hetek, hónapok alatt érjük el azt, hogy egy stabil evezni tudjon, egy olyan gyerek kerüljön ki, akivel már ugye későbbiekben tudunk érdemben is foglalkozni, tehát ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Mint más sportágban is biztos így van, de ez itt nagyon lassan megy. Többen kajakoznak, mert azt úgy gondolják, hogy
Tehát egyszerűbbnek be kell ülni, tehát a gyerekek először ezt úgy gondolják, hogy ez egyszerűbb. Kenut azt kevesebben választják, hisz sokkal nehezebb is megtanulni. Tehát ugye magasabban van a súlypont, ebből kiesik rögtön, tehát még egy mini kajakba betesszük a gyereket, az majdnem, hogy egyszer-kétszer borul benne, még beletesszük egy ugyanolyan hajónembe kenuba, legalább 40-szer borul. Tehát igazából van egy nehézségi foka. És először a kenura, tehát aki hozzám jön, először megpróbáljuk a kenut, és ha nagyon-nagyon-nagyon óckodik tőle, meg utána kipróbáljuk a kajakot, és ők fognak igazából dönteni. Belányi Zsolt szerint a kajakkenu nem csak a sportolói kvalitásokat erősíti majd a gyerekekben. Igazából egy olyan erős karakterre fog szert tenni az életbe, ahol bárhol meg fogja állni a helyét, tehát nem fog leülni a kispadra ezáltal. Illetve ez az erő, a mentális oldalon pedig egy kiegyensúlyozott ember fog lenni, hiszen itt állandóan kint van a szabadban, én tudom, mert versenyeztem, de egy szabadságérzetet ad, tehát nem egy terembe vagyok bezárva, nekem ez egy óriási dolog volt annó, meg most is, azért maradtam edzőnek, hogy egy ilyen kint vagyunk a szabadban, szabadságérzet, kint vagyunk a vízen, egész nyáron ugye vízparton, tehát nem vagyunk bent a városban, nem vagyunk bent a négy fal között, tehát én gyerekek nevében is ezt tudom, hogy ezt élvezik, hogy itt egy ilyen úgymond jóval nagyobb szabadságérzetük van, egy csapatban vannak, együtt vannak, szeretik egymást, jól érzik magukat, úgyhogy szeretik az edzőtáborokat, nagyon jól el vannak.